Üdvözlök mindenkit, Oberle Gábor vagyok, én szakmai szempontból gépésztechnikus vagyok, de elég sok mindennel foglalkozok, és olyan tavaly nyáron kezdtem el foglalkozni a HARP témával, illetve a chemtrail-lel, de főleg a chemtrail-lel. Én főleg az amerikai résszel foglalkoztam, illetve a kanadai résszel, tehát az egész onnan indult ki, az USA-ból, illetve Kanadából. Néhány dolgot elmondanék, akkor rövid az idő, megpróbálom gyorsan, hogy ne fussunk ki az időből. Ugye mi a chemtrail célja? Mi olyan 8 célt szedtünk össze. Ez első az időjárás változtatás, ugye erről gondolom mindenki tud. Az időjárás módosítása következtében ugye a termés kárba visz, és így kénytelenek vagyunk GMO haszonnövényeket importálni. Tehát ez összefügg például a Monsanto céggel, akit gondolom sokan ismernek. Második a népesség csökkentés, és nem részletezném, ugye rövid időnk van. Harmadik az élővilág betegítése, ez ugye a gyógyszeriparral függ össze. Negyedik a HARP működésének a segédanyaga. Ötödik nanorészecskék, illetve nanorobotok bejutatása az emberek szervezetébe, amelyel távolról irányíthatóvá válnak. Ez egy kicsit ilyen utopisztikusnak hangzik, vagy ilyen sci-fibe illő dolog, de ez létező dolog. Nanorobotokkal foglalkoznak magyar egyetemeken is, például a Szegedi Egyetemen. Hatodik a nap sugarainak visszaverése, ez különféle okokból. Ugye. Hetedik a napfénynek az elrejtése, illetve a csökkentése, amely D-vitamin hiányt idéz elő. Ugye Magyarországon köztudott, hogy a népesség nagy része D-vitamin hiányos. Ezzel is szeretnék még jobban ezt elősegíteni, úgymond. A nyolcadik pedig a napenergia elleni háború, ugyanis a napelemek így nem képesek elegendő fényt begyűjteni, ugye, hogy szűrik a fényt, tehát a napenergia ellen szeretnének így fellépni. Ez gondolom ilyen pénzügyi dolgokkal függ össze. Néhány dolgot ugye elmondok a biológiai fegyverekről így gyorsan. Ugye ez a chemtrail nem csak a HARP segédanyaga, hanem egy biológiai fegyver is, amit sokan itt elmondtak előttem. A biológiai fegyver legnagyobb előnye az olcsósága, az előállítási költség messze ennél a fegyverfajtánál a legkisebb. Jellemző dolgok a biológiai fegyverrel kapcsolatban, a detektálása nagyon nehéz körülményes, ugye nehéz bizonyítani a biológiai fegyvernek a bevetését, a megelőzés, védekezés és gyógyítás lehetőségei korlátozottak, csak az égőerőre veszélyes, nem semmisítő meg a különböző építményeket és berendezéseket, így a csapást szenvedett körzetet megfelelő védőeszközök és intézkedések alkalmazása után azonnal meg lehet szállni. Biológiai harcanyaggal alakítható ki a legnagyobb kiterjedési hatásterület, nagyobb pánikkeltő hatása a lakosság körében, és a rejtett alkalmazása lehetősége itt a legnagyobb. A rejtett alkalmazás lehetősége itt a legnagyobb. Röviden. Volt egy 1975-ben fogonosított megegyezés a világ országai között, ugye ez a biológiai fegyverek korlátozása, illetve betiltásáról szólt. 1975. március 26-án írták ezt alá, több ország ugye nem írta alá, illetve aláírta, de mégse ratifikálta, tehát nem lépett érvénybe az országban. Tehát lényegében használhatnak biológiai fegyvereket, és nem szeretném az országokat itt felsorolni. Vannak olyan országok is, akit sokan szoktak emlegetni, erre most nem térek ki. A történetéről a dolognak. A második világháborúban már foglalkoztak biológiai, nem is biológiai fegyverek, tehát a chemtrail-lel lényegében. Pillanat, mindjárt megkeresem. A lényeg az egésznek, hogy a második világháborúban elkezdtek kísérletezni olyan anyagokkal, amivel a viharokat lehet befolyásolni. Tehát ezek katonai programok voltak, és az volt a lényege, hogy különféle anyagokat bejutatva a hurikánokba, főleg a hurikánokba, megváltoztassák az irányát, vagy megváltoztassák annak a hatását, tehát csökkentsék a hatását a hurikánoknak. És el lehet gondolkodni, hogy egy katonai szervezet miért kezd el ilyennel foglalkozni, hogy a hurikánoknak az irányítása, vagy hurikánoknak a csökkentése, vagy esetleg nagyobb átevése. Ugye ez egy katonai műveletnek
Tehát a katonai felhasználása az időjárás irányításának. A modern világban, tehát modern világ, inkább úgy mondom, hogy mostanában, ami a nyilvánosság elé került, az első nagy dolog az 1996-ban egy kubai permetezés volt Kubában. Tehát ez egy polgári utasszállító észlelte, hogy felettük elment egy egymotoros repülőgép, és a típus az nem lényeges annyi, hogy ez egy permetet szólt a gépre, tehát a polgári utasszállító gépre, és jelentette a pilóta, hogy valami különleges történt, mert felhívták ugye ennek a gépnek a pilótáját, hogy mi volt ez, azt hitték, hogy műszaki hiba, de kiderült, hogy ez nem műszaki hiba, hanem lényegében egy permetet szólt ki Kubára. Kiderült, hogy ez a CIA-nak egy képe volt, és... Na, meg van még a végére érni, mert pár percünk van. Ami fontos, 1998 márciusában Kanadában, Ontario tartományban, Espanola nevezettő kisvárosban észlelték ezt a dolgot. Egy KC-135-ös Stratotanker lényegében egy üzemanyag feltöltő repülőgép szórta ki Espanola városra ezt a permetet, és innen kezdődött lényegében, innen derült ki az egész chemtrail-es dolog, innen kezdődött el az egész globális tiltakozás. Ugye ők egy petíciót írtak, illetve a kubaiak is, akikről előbb beszéltem, és innen került nagy nyilvánosság elé ez a chemtrail-es dolog. Bocsánat, megszakítsalak, Gábor, elfogyott az időnk, még Attilái fognak két zeneszámot előadni. Jó, nagyon szépen megköszönöm, hogy ennyien a kapcsolat, persze különjük. Legközelebb remélem, hogy többet tudunk beszélni róla. Bocsánat, hogy arra tudjuk meg a közönségből. Nem abban szóroltok a zeneszámmal és az előadókat. Egy pillanat. Azt szeretném mondani, hogy nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. És ez is megmutatja, amit a többiek is elmondtak, hogy igenis létezik a Kremtél. És a legfőbb mondani valója ennek az eseménynek az, hogy mondjátok el a többieknek, akik nincsenek itt, vagy egyáltalán fogalmuk nincs arról, hogy ilyesmi létezik a hátuk mögött, hogy mondjátok el, nézzenek fel az égre, fogjanak össze, és tegyenek ellene, ébredjenek fel az emberek. Jó, még Virág Attila szeretne mondani egy pár szót. Még mielőtt elmentek, nagyon fontos a folytatás. Ugye mindenkinek különböző indítatása van, amiért itt van. Nekem hozzájárult az is, hogy és a háttérhatalomnak nagyon, hogy úgy mondjam, fontos fegyvere az egészségügy. Én a gyerekeim anyukáját vesztettem el így. Ha nincs az az álságos rendszer, akkor még ma is élne. Azt gondolom, hogy magáért beszél a szám, mindenféle bizonyíték nélkül is, hogy évente Magyarországon rákos megbetegedés, ami regisztrált, 100 ezer fő van. A kimutatások szerint 95%-os a halálozás. Az a 95% az gyakorlatilag azt jelenti, hogy évente csak kórházakban hivatalosan regisztrált rákos megbetegedésekben sem leukémia, sem baleset, semmi más nincs benne. 100 000 ember hal meg. Tudjátok, hogy nem mindig az kerül a kórlapra, amiben elhalálozik valaki, hiszen az lehet szívelégtelenség, bármi. A lényeg az, hogyha összeadjátok az összes betegséget, összeadjátok az összes halálozást, megnézitek a statisztikákat, hogy hány magyar él a határokon belül, azt látjátok, hogy évről évre milliószám kevesebb. Azt látjátok egy másik vonalon, hogy egyre több szerződés köt minket bizonyos országokhoz, Európához, Izraelhez. Azt látjátok, hogy nem sokára már a vízünk is el lesz nekik adva. Azt látjátok, hogy mindenhol, ahova csak fordultok, nektek hátra arc van. Nem lehet jogotok ebben az országban. Azt látjátok, hogy nem termeszthettek otthon lassan semmit saját vetőmagról, csak a Monsanto által jóváhagyott bárium és egyéb
tűrőmagvakat, ha bementek egy egészségügyi intézménybe, ha nincs külön pénzetek, milyen elbánásban van részetek, milyen eséllyel gyógyultok meg, akár lelkiismeretes az orvos, akár nem, a rendszer maga nem jó. Sorolhatnám a példákat, de térjünk vissza még egy kicsit a chemtrailre. Amikor az egészbe belefogtam, és különböző ugye dolgokon átmentem, azon gondolkoztam, hogy ha itt ennyien összegyűlünk, akkor ugyan mi a fenétől fog bármi megváltozni. Most én elég sokat foglalkozom marketinggel és médiával, és a meglátásom egyfelől az, hogy az információ hatalom nem véletlenül vannak különös jogai a földi adóknak, az RTL-nek, TV2-nek, M1-nek. Nem véletlenül láthatók még ott is, ahol semmi más nem látható. Nem véletlenül, hogy a digitális hálózatot támogatják agybafőve. Mindenkinek az agyát mossák. Ne higgyetek senkinek, csak a saját szemeteknek, a saját agyatoknak. Próbáljatok mindennek mögé nézni, mindent úgy átgondolni, mintha nem mástól hallottátok volna, hanem saját magatoktól. És nagyon fontos, ugye a tovább lépést illetőleg, hogy én eltökéltem, hogy mindenképpen megakadályozom éveken belül, hogy itt lássunk ilyen csíkokat az égen. Nem kondens csíkokról beszélek, ha esetleg úgy lenne valóban megvágva, hanem chemtrail csíkokat nem szeretnék látni az égen, nem szeretnék belül képződő fátyolfelhőt látni, és nem szeretném azt a hárpot sem érezni, sem látni, amiből aztán hol jó idő, hol aszály, hol víz, hol amit éppen árt nekünk, azt gerjesztenek. Ennek a küzdelemnek van két lépcsőfoka, amivel most beavatnálak titeket. Az egyik, ami nagyon fontos, ott a pólók felé találtok olyan lapokat, amit hogyha aláírtok, nem kell szerintem sem személyi szám, sem semmi, csak írjátok alá, akár a neveteket sem kell konkrétan, hogy el tudjuk olvasni, éreznie kell a hatalomnak, hogy nagyon sokan vagyunk, akik valamit szeretnénk tőlük. Ezt mi meg fogjuk követelni, ha kell 30 ezer, 50 ezer, még több ilyen rendezvénye, összegyűjtök annyit, hogy megmozduljanak. A másik pedig, ami még talán ennél is fontosabb, bár ez nagyon fontos dolog, hiszen mindenki, a politikus, az a választóiból él szegről végről, ezért nagyon fontos neki, hogy sok tízezer ember, mielőtt jön a választás, ne beszéljen ellene. Ezért írjuk alá, azt kérem, hogy írjátok alá, azt kérem, még most van két hónap választásig, sok eszközünk van, hogy egy kicsit operáljunk ezzel. A másik, ami nagyon fontos, a felelősség. Ugye mit tapasztalunk? Ilyen-olyan hivataloktól visszaküldik a leveleket, egyikben udvariassan, másikban hülyének néznek, stb. Viszont polgári peres eljárással a valószínűleg leköszönő honvédelmi miniszter egy alapítvány által, és csokkoltatom innen is, perbefogható. Ha nem tesz lépéseket, akkor én ügyvédek hadát fogom rázódítani. Bíróság fogja kimondani azt, hogy kötelező bebizonyítania, hogy azok nincsenek azok a dolgok, bíróság fogja kötelezni az államot arra, hogy kivizsgálja ezt a dolgot, és mindent megteszek, hogy ilyen gyalázat ne történhessen meg az országban úgy, hogy közben nem sajnálják rá a milliókat, emberek százait, hogy ellenpropagandát csináljanak neki. Azt képzeljétek el, csak egy momentum, hogy az Origo, ami a Magyarország talán leglátogatottabb hírportálja, azt, hogy nincs chemtrail, hogy nem úgy árt, ahogy hisszük, azt fontosabb hírnek tartotta, címlapon hozta le, mint a bankrobbantást. Egészen fantasztikus, hogy meddig elmernek menni, és egészen fantasztikus az is, hogy ezzel a támogatottsággal, ahogy itt érzem tőletek a tennivágyást,
milyen nagyot fognak koppanni a végén. Én bizony szeretném látni, ahogy kártérítésre kötelezik Hende Csabát, szeretném látni, ahogy kártérítésre kötelezik az összes felelőst, azokat, akik a magyar gazdáknak ártanak, akik nem tudják, tonna szám vesztik el a terményüket, mert nem kell ki, nem veszik át, a hozzá kapcsolódó, nem is soroljam, a lényeg az, hogy mi magunk is szinte nem is tudunk már olyan üzletbe bemenni, ahol ne ilyen gén manipulált alapanyagból készült élelmiszereket vásárolnánk. Nincs, megszüntették a kiskereskedelmet, nem hozhatják föl a gazdák terményeiket, adózási mindenféle dologra hivatkozva ellehetetlenítik az egyszerű ember működését, és ami szintén ide kapcsolódik, hogy ezt a gondolatmenetet folytassam, Magyarországon be vannak tiltva, csak hogy tudjátok-e, a gyógynövények. Írtják, írtani kell a parlagfüvet. Óriási tévhitek vannak, ha esetleg most valaki nem tudná, nem a parlagfűtől van allergiája, nem azt kell írtani, nem egy újabb dologgal kell csesztetni a népet, nem kell venni a több ezer trafipax mellé még ezret, még három ezret, még akármennyit, nem ez a legnagyobb problémánk, de a jeleket figyeljétek, nagyon fontos a jelekre figyelni, ugye kétségbe esett próbálkozások vannak, cégszámlák, banki ATM-ekből fölvehető maximális pénzek, egyre nagyobb büntetések, nem tudom, látottam mostanában valaki intézkedő rendőrt azon kívül, hogy éppen pénzt szed be valakitől, vagy büntetett meg valakit. Én nem. Sőt, hozzáteszem, nem is emlékszem ilyenre. Szégyenletes, hogy pénzbehajtásra használnak egy ilyen szervezetet, ahol szintén elégedetlenség és csömör, megcsömör és söpör végig, mert gyakorlatilag tízezrével vannak az emberek hülyének nézve, testületen belül is. Nagyon sok mindenről beszélhetnék még, ami fontos, és az jutott eszembe, hogy a két számot lejtsük, de nem ez a fontos. Az a fontos, hogyha van rá módotok, írjátok el a papírokat, az egyik, hogy legyen eszköz a kezünkbe, hogy talpalhassunk, mehessünk, lehetetlen helyzetbe hozzuk azokat, akik a szemünkbe hazudnak. A másik, amikor jogi úton próbáljuk megfogni ezeket a csibészeket, akkor ne az legyen a helyzet, hogy én egy kis állampolgárként szembeszállok a nagyokkal, hanem éreznie kell az utolsó bírónak is, és erre szeretném a médiát és főleg az alternatív médiát használni, és ez a rendezvény is szolgálja ezt a célt is többek között, hogy rengeteg embernek tudja. Itt zárójelben hozzátenném, hogy különböző kis hírportálokon és Facebookon, különböző kis netes tévék segítségével összeszámoltuk, több mint 2 millió embert sikerült informálnunk erről a rendezvényről, és ennek a rendezvény kapcsán vázlatosan, bocsánat, el is felejtettem, még a Blikbe is dupla oldalas, a Blikbe Borsba dupla oldalas cikket sikerült megjelentetnünk. Nagyon sok embert tudtunk informálni erről, mindenki tudja, hogy létezik. Ami a nagyon fontos, és akárhogy is sikerül a per, ha esetleg lesz per, és nem lyukad ki oda dolog, hogy valami változik ezzel kapcsolatban a hozzáállásukban, senki nem merje azt mondani a szemünkbe, hogy ó, ez marhaság, senki nem merje azt megtenni, hogy bagatelizálja, senki nem merje tagadni az esetleg háttérben kapott pénzeket, fenyegetéseket, senki nem merjen azért a saját pénzünkön, saját adónkból ellenünk százával embereket küldeni, hogy ezt az egészet elhallgattassa, és ezt én úgy tudom pillanatnyilag elképzelni, hogy egy embert kiemelünk ebből a gusztustalan csürhéből, és rajtuk demonstrálunk. A következő már jobban meg fogja gondolni, hogy mit tehet, mit nem tehet. Én azt gondolom, hogy a felelősség, ahogy nekem van felelősségem, bármit teszek egyből, büntetnek, elrontom, kirúgnak, akármi, legyen nekik is meg a felelőssége. És mi vagyunk a nép, ne felejtsétek el, hogy értünk vannak.
a mi pénzünkből kapják a fizetésüket, ha most nem veszek hozzá más dolgokat. Mi vagyunk azok, akik ezért elvárhatunk valamit. És ti is elvárhattok az államtól dolgokat, nem egy oldalú tájékoztatást, ami nagyon fontos minden témakörben, és nem egy oldalú gyógyítást, nem egy oldalú időjárást jelentést, stb. Hány napja mondogatják, hogy tél van, tél van, tél van, jön a tél, lát valaki mínusz 20 fokot, mínusz 10 fokot, mínusz 30 fokot, ahogy ezelőtt 20 évvel mondjuk? Én nem látok sehol. És milyen érdekes, hogy amikor most idén megnyitott, csak még egyszer, mert nagyon fontos, ha majd utána néztek neten, vagy itt vagy ott, nagyon fontos, a Monsanto nevű cég, aki 14 milliárdért kezdőlépésként megvásárolt egy üzemet, és pontja a termékeit. Szart, Esztergom mellett. Az most készül innen meghódítani egész Ukrajnát, többi piacot. Gyakorlatilag mögöttük áll az a szervezet is, aki ezt az egészet csinálja nekünk. Ami miatt a saját terményeink, a saját élelmiszerünk, a saját egészségünk gyakorlatilag kukába megy. Ha valakinek van esetleg ideje arra, menjen el a Kékgolyó utcába, onkológiai intézet, nézze meg, kilóg a sor az ajtón, 20-valahány recepció sem bír elbánni annyi emberrel, amennyi ott van. És nem 50-60 éves betegek vannak, hanem 10, meg 8, meg 6 éves rákos gyerekek. Gondoljatok bele, hogy mit jelent ez. Azt tudom mondani nektek, hogy itt gyakorlatilag valós népirtás folyik. Azokból a kórházakból elenyésző százalék jön ki egészségesen. De ami nagyon fontos, hogy be se kéne oda menniük. Nincs rá ok, hogy bemenjenek. 20 évvel ezelőtt is ittak kólát az emberek, ami nem egészséges. 20 évvel ezelőtt is volt minden szint, ami most és nem egészséges. Mégis évről évre szinte négyzetesen emelkednek a halálesetek. És nagyon fontos, ugyanúgy erről tudnotok, mint a chemtrailről, mert ti azt látjátok, hogy otthon vagytok, és ez van, az van, amaz van. És azt hiszitek, hogy ez a probléma valahol érint ugyan, de nem annyira komoly. De egy picit emlékezzetek vissza a rendszerváltozás óta, ami történt. Nincs Magyarországon most már lassan magyar tulajdonban semmi, ami magyar üzem. Nincs Magyarországon a gyerekeiteknek hova mennie, csak Alamizsnáért valamit is alkalmazottnak. Nincs semmi olyan, ahova fordulhattok, és lassan nem ihattok, nem lehet fűtésetek, és nem lehet semmi, amit pénzért nem tudtok megvenni. Ha nem vagytok regisztrálva ilyen-olyan rendszerekbe, akkor gyakorlatilag semmik vagytok, és ennek azért kell véget vetni, mert lehet, hogy 40-50 éves koráig elbukdácsol az ember, még tán egy ideig, bár jön a gebasz, nem sokára készüljetek fel arra is. De az életminőség az nem egyenlő az élethosszal. Szabadon kell élnünk, úgyhogy ne kelljen félnünk a véleményünktől, ne kelljen félnünk olyan jelenségektől, mint az ősember, hogy ugyan mi az. Meg tudjuk magyarázni, tudjuk. Több millió ember tudja a világon, hogy mi az. Mi elvégeztük azokat a méréseket, amik kimutatják az esővízben, a csapvízben, kimutatják a felületi, felszíni vizekben az anyagösszetételt. Most nem sorolom, hiszen még a Gábor titulusát sem bírtam megjegyezni, de rengeteg olyan összetevőből áll, aminek nem kéne ott lennie. Az a gond, hogy ezeket nem fogadja el tőlünk senki. Ezért van szükség vagy a bíróságra, vagy olyan mértékű összefogásra, hogy ne mondják ezekre azt, hogy ez hülyeség. Nézzétek meg, ha sokáig nem esik az eső, ezt még nagyon kevesebben tudatosult, ha nagyon sokáig nem esik az eső, és bárhol vannak, a vidéken, városban, középen, akárhol, és utána hirtelen esik, utána habzik a föld. Nem normális dolog, mint ahogy nem normális dolog, hogyha sehol sincsen felhő, egyszer csak felhő van, mint hogy az sem normális dolog, ha mindenhol felhő van, jön a vihar, mégsem jön a vihar.
ez egy fegyver, ez a hártrendszer, amivel az, a nagy államok egymást, hogy úgy mondjam, titkos hidegháborúban tartják. Ennek a fegyvernek az egyik része a chemtrailezés, amivel bolygón körül egy, gyakorlatilag egy héjat vonnak. A hártrendszer pedig a másik része, amivel oda küldik az impulzusokat, ahova szeretnék harcoljanak. Ne Magyarország fölött, ne legyünk ennek elszenvedői, nem kell minket mérgezni csak azért, mert hogy ők egy kicsit jobb pozícióba kerüljenek, és abban szeretném kérni a támogatásotokat, azon kívül, hogy még ezt a két számot meghallgatjátok tőlünk, ami a végét jelenteni a rendezvénynek, hogy ha bármi olyat hallotok, hogy módunk van csinálni egy újabb ilyen rendezvényt, ja, azt el is felejtettem mondani, ezt önerőből csináltuk, tehát semmilyen párt, semmilyen szervezet nincs mögöttünk, úgyhogy ha valakinek módja van esetleg, akkor ott... Nagyon szépen köszönjük! Van egy doboszka, amin elolvashatjátok, hogy mi van. Bocsánat, what about Gwen Towers in the buildings in here in Budapest? Gwen Towers. Milyen torony? Nem is értem. We need information. Hogy milyen, honnan szerezhetünk valós információkat? Gyakorlatilag ez a kérdés, ha jól értem, csak valahogy olyan szavakkal, amiket nem én tanultam. Azt kell mondjam, hogy visszakérdeznék, hogyha az egészségügyben tudjátok, hogy nagyon sok C-vitamin, stb. Ezt kimondja el nektek senki, ugye? Ezt hallomásból tudjuk, nem lesz olyan személy, aki ebben kompetens. Chemtrail ügyben milliárdokat költenek csak Magyarországon arra, hogy erről ne tudjunk. Nem ingyen közlik le azokat a cikkeket, azok az újságírók nem ingyen írják meg azokat a cikkeket, amik tagadják, a meteorológusok, akik nap mint nap ott ülnek a monitoraik előtt és látják, hogy abnormális dolog történik, azok nem ingyen mondanak annak honlok egyenest más információt nekünk. Ezek pénzbe kerülnek ezek a dolgok, ezért egymástól fogunk megtudni legtöbbet, de még inkább abból, hogyha most már tudjátok, hogy ez tény, így együtt vagyunk, minket azért hozott össze itt az élet, mert mindannyian egyesével látjátok azt, hogy valami nincs rendben. Ugye egyik kedvenc posztom, hogy az égre, ha fölnézünk, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy itt lent nincs rendben valami. És szerintem van annyi erőnk így együtt, hogy ezt megakadályozzuk, hogy 2-3 éven belül ez teljesen eltűnjenek, és vele együtt az a garnitúra is, aki ezeket létrehozta. Úgyhogy nem olcsó embert próbáló küzdelemez. Egy dolgot tudok mondani, a Facebookon Andrásnak is és Gábornak is föltesszük azokat a tanulmányait, amit most nem volt technikai nehézség miatt módjuk elmondani. Ezen kívül az új eseményről beszámolunk nektek, illetve megvárjuk a választásokat, a esetleges felre, ugye hova vezet, bár sajnos nincs nagy esélye annak, hogy gyökeres legyen a változás, köszönhetően a médiának. De utána, ha nincs módja bizonyos személyeknek mentelmi jogukkal élni, akkor megindítjuk. És abban szeretném még kérni a segítségeteket, hogyha olvastok erről, láttok erről, ne higgyetek az első hírnek. Nem két hülye perelte be, nem más párt érdekei miatt pereltük be, csak magunk miatt, csak azért, hogy tiszta kék eljünk legyen chemtrailmentesen.